képviselőtársam két nagyon fontos kérdést érintett a felszólalásában. Ezek közül én a Szent Gotthárdi barokk templomra vonatkozó részhez szeretnék röviden hozzászólni, már csak azért is, mert ebben az irányban a tavalyi év során két indítványt is benyújtottam a költségvetéshez, és azt Szent Gotthárdi sikerként értékeltem, hogy a kisebb összegű 100 milliós támogatást elfogadta az országgyűlésnek a többsége. Hozzáteszem, hogy ezt sajnálatosnak tartom, hogy végül is ebből a 100 millióból csak 82 millió érkezhet meg, de azt mindenképpen örömmel hallottam, hogy Bebes képviselőtársam jelezte, hogy ők be fognak nyújtani majd ilyen irányba módosító indítványt. Bár hozzáteszem, hogy én magam is megtettem ezt az idei év során is, szintén egy 100 milliós támogatás elkülönítésére tettem javaslatot, sajnálattal vettem, hogy ez nem nyert támogatást, de természetesen a magam részéről, mint Szent Gotthárdon élő országgyűlési képviselő, támogatni fogom majd azt a javaslatot, amit képviselőtársaim benyújtanak, és erre fogom majd kérni frakciótársaimat is, hiszen valóban egy nagyon fontos célról van szó ebben az esetben, az ország harmadik legnagyobb barokk templomának a felújítása mindannyiunk számára egy nemes kezdeményezés, és azt gondolom, hogy támogatható mindenki részéről, úgyhogy erre kérem minden képviselőtársamat, hogy majd a szavazás során támogassák ezt. Köszönöm.